Ford a C-Max Energy-vel az autóipar egyik jelentős plug-in hibridjét gördítette ki, de ezen túl talán sokkal érdekesebb lehet az az applikáció, amivel a mobiltelefonokról a C-Max sorsa figyelemmel kísérhető. Itt látszik alulról a második sorban, balról a második. Ha megnyitjuk, akkor a nyitó oldal azonnal az autó pillanatnyi helyzetét, állapotát mutatja. Látszik, hogy az akkumulátor nem töltődik, mert egyébként egy vezetékkel össze lenne kötve az akkumulátor szimbólum. 90%-os töltöttségi foka van a plug-in C-Max hibridnek. Az is látható erről az ábráról, illetve erről a képről, hogy 852 km-t képes a jelenlegi energia töltöttségével megtenni, ebből 21 km-t képes pillanatnyilag a bal oldalon mutatja egyébként elektromosan, és a jobb oldalon látszik a hibrid hatósugár 831 km, már önmagában a szám akkor, hogy ijesztő, hogy tankolás nélkül 852 km-re satszolja az applikáció a lehetőségeket. Alul látszik egy lakat nyitva, az azt jelenti, hogy azzal ki lehetne nyitni az autót jelenlegi helyzetében, a jobb oldalival pedig be lehetne zárni, attól függ, hogy milyen helyzetben áll. Ha tovább lemegyünk, akkor bal oldalon a menüsor látszik, jobb oldalon pedig meg lehet keresni a legközelebb eső töltőállomásokat. Ezt nincs értelme megmutatni, mindenki el tudja képzelni egy térképen, viszont rákattintunk a menüre, és itt egy teljesen új világ nyílik meg. Ha végigtekintünk rajta, akkor az első sor az a járműnek a keresője. Ha rákattintunk, akkor meg fogja mutatni, hogy pillanatnyilag hol áll az autó. Talán érdemes is rögtön megmutatni. Itt a kép, bejött a térkép, Budapest-tó. Most ha elkezdem nagyítani, akkor jól látszik, hogy pillanatnyilag a Kazinci utcában áll, és ha még jobban rámegyek, akkor még az is látszik, hogy a Kazinci utca jobb oldalán. Ha kicsit zsugorítok a képen, akkor teljesen világossá válik, hogy az én helyzetem hol van, valahol Budán ücsörgök a Szabadsághegy tetején, és rálátok a Kazinci utcában parkoló autóra. Ha kilépünk ebből a részből, a következő sor az a járműről az információkat mutatja. Igazából azt mutatja, hogy voltak-e olyan riasztások, amik érdekesek lehetnek. Ez tulajdonképpen egy nagyon hasznos funkció, de eléggé ritkán használja az ember. És minden esetben, ha problémába ütközünk, akkor jól látszik a két kiemelt sornál, hogy kérhetünk segélyszolgálatot, a másik pedig, hogy megnézhetjük, alatta van a kezelési könyvben, hogy mi a pálya. A charge settingnél a töltést lehet beállítani. Ha belemegyünk, akkor látszik, hogy pillanatnyilag nincsen programozva. Ha megnézzük a programozott részt, akkor jobb oldalon fönt föltűnik a hozzáadási lehetőség. Azt megnyomjuk, akkor lenyílik egy ablak, ahol fölül az időt lehet beállítani, hogy hány órakor, alatta pedig sorba a napokat, ha például beprogramozzuk, hogy kedden indítsa el 18 órakor, illetve akkora legyen kész a töltés, alatta még beállíthatjuk a hozzátartozó hőmérsékletet is, tehát ha azt mondjuk, hogy 22 fokos legyen kedden 18 órára az autó, akkor a töltést így fogja elmenteni. Természetesen, ha jobb felső sarokkal ezt a beállítást elmentjük. Ha egyen lejjebb megyünk a beállításokhoz, akkor kulcsokat lehet programozni, és a kulcsok alapján eldönthető, hogy mikor használta utoljára, és a továbbiakban akár fogyasztási versenyt is lehet indítani, mert a naplózásából a programnak látszik, hogy ki fogyasztott kevesebbet. Ez a funkciója is egyébként egy érdekes játékos funkció. Egyen lejjebb találjuk az összesített menetrendjét az autónak. Ha végignézzük, akkor látszik, hogy
ha a harmadik sort megnézzük, hogy 100%-os töltés után egyszer mentünk 3,3 km-t, ha fölfelé lépkedünk, egyszer pedig 6 és felett, ha 6 és felesre rákattintunk, akkor látszik, hogy pusztán elektromos árammal mentünk 6,5 km-t, és fogyasztott 0,3 kWh-t. Ebből látszik, hogy milyen hatásossággal, milyen fogyasztással lehet vezetni. Ha az alatta lévő sort nézzük, ott mindig mondja a fékezés hatékonyságát. 100%-os az lenne, hogyha a féket sose használná, csak elektromos áramba fektetni azt a mozgási energiát, amit elfékezünk, de itt látszik, hogy ezt a 6,5 kilométert, ezt 92%-os hatásossággal végeztük el. Magyarán az összenergiának a 92%-át belegyömöszöltük az akkumulátorba. Kilépve ebből, a következő sorban látható gyakorlatilag a vezetési stílus, a vezetés hatásossága. Hogyha a legfelső sort nézzük, akkor a mi eredményeink, ott van egyébként egy sztahanovista jelvény előtte, ez azt mutatja, hogy ki mennyire jól vezet. Kétféle szempontból osztályozza, az egyik a vezetési stílus, a másik pedig a környezetre gyakorolt kímélő hatás. Ha nagyon röviden össze akarom foglalni, akkor a vezetési stílusnál látszik, hogy valamikor, ha a legalsó sort nézzük, kezdőként indultunk, és a legfelső sorba junkie-nak nevez minket, ami szenvedélybeteget jelent. Ebben az esetben a szenvedélybetegség azt jelenti, hogy micsoda vehemenciával próbálunk takarékosan vezetni. A környezetre gyakorolt hatását azt az alsó sor mutatja, a legfelső sorba azt írja, hogy 1 tonna CO2-t takarítottunk meg eddig, tehát ez egy nagyon jó eredmény, és az embert ezek a dolgok, mint általában az eredmények, büszkeséggel töltik el. Egyébként itt azt mutatja, hogy ha megnézzük ennek az indító oldalát, hogy CO2-ből 790 kg-ot takarítottunk meg, ennyivel kíméltük meg a környezetet. Ebben a hónapban összesen egyébként alatta azt mutatja, tehát az adott hónapban 1072,3 km-t használtunk, és a teljes fogyasztása ebben a hónapban 79,9 kWh volt. Azt mondja, hogy 80 liter benzint spóroltunk meg. Itt be lehet állítani, hogy mire figyelmeztessen az autó, távolból is. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy ugyanezek az értékek, maga az autó helyzete is teljesen független, hogy hol vagyunk. Ha mondjuk Angliában ücsörgünk, akkor is a Budapesten furikázó autóról ezek az eredmények lekérdezhetőek, és ugyanúgy ezek a figyelmeztetések, amiket itt beállíthatunk, hogy mire figyelmeztessen, például a riasztóra, például az akkumulátor állapotára, például arra, hogy mikor fejeződött be a töltés, például a töltési hibára, a 12 voltos akkumulátor mondjuk alacsony feszültségére, alacsony guminyomásra, stb. Hogy nem felejtettük el töltésre tenni az autót. Sorolhatnám, úgy szólván mindenre. Egy példát megmutatok, egyébként a töltés hibát kinyitjuk, és ha kinyitjuk ezt a fejezetet, akkor látszik, hogy háromféle módon is képes üzenetet küldeni, hiba üzenetről tudósítani. Alatta van egy akkumulátorra figyelmeztető dolog. Ez azt mutatja, hogy mikor ér el az akkumulátor egy bizonyos szintet, tehát be lehet állítani, hogy ha az akkumulátor 100%-os lesz, akkor fog figyelmeztetni, hogyha az akkumulátor 95%-os, stb. Hát ez egy ilyen kis finomság, nem egy túlságosan fontos szempont. Gyakorlatilag ezek azok a pontok, amiket tud. Egy nagyon hasznos kis szerkezet, és ez azért is érdekes, mert más autógyártól nem nagyon látunk ilyen jellegű megoldásokat.